Keredral van. A Bogár Keredral. Zenekara és tanulóink előadásában. Nem véletlenül. És most mindannyiunkat, akik most itt vagyunk, ez a fontosnak tartott gondolat kapcsol össze. A Rákóczi Szövetség 2004 óta valósítja meg felvidéki beiratkozási programját azzal a céllal, hogy minél több magyar család vállalja gyermeke magyar iskolába iratását. Töretlen hittel, kitartással teszik a felvállalt feladatot, viszik tovább a lángot. Köszönet a Rákóczi Szövetségnek és lelkes munkatársainak, valamint azoknak a magyarországi önkormányzatoknak, köztük Tataváros önkormányzatának, továbbá civileknek, alapítványoknak, hogy anyagi támogatásukkal évről évre Magyarország szolidaritását fejezik ki a felvidéki szülők iránt. Tata testvértelepülésünk. Erőszálak fűznek minket össze. Tata jó testvér. Szeret,
óv, véd, figyelemmel kísér, törődik. Segítségünkre siet, megoszt, ad. Tataváros önkormányzata 15. éve vállal részt a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjából azzal, hogy ő támogatja az iskolánkba beiratkozó elsős kisdiákokat. De Tatavárosának segítségnyújtása, támogatása az iskolai során számos más területre is kiterjed. Tata sokat tesz azért, hogy az iskolai között igaz felvidéki magyar gyerekek cseperedjenek, fejlődjenek. Köszönettel tartozunk mindezért. Kijelenthetem, büszke vagyok rá, hogy a város díszpolgára lehetek. Kedves szülők, köszönjük, hogy önök szeptemberben a mi iskolánk mellett döntöttek. Tették ezt meggyőződésből, igaz felvidékiként. Ugyanis a szülők kezében van a magyar iskolák jövője. Hálásan köszönjük bizalmukat. Továbbra is neveljék gyerekeiket szeretettel, megértéssel, nyitottságra és kíváncsiságra, mert jól tudjuk, az oktatás folyamata a családban kezdődik az énekelgető, verselő édesanyákkal és édesapákkal, a mondókázó, magyar népmeséket hallgató kisgyermekekkel és az élet bölcsességeit átadó nagyszülőkkel. Hiszen aki szívében magyar, az örökké az marad. Ez az iskola... Ez az iskola a 119 diákjával, a helyi magyar közösség bástyája, ahol a pedagógusok fáradhatatlanul küzdenek a magyar identitás, a magyar kultúra átörökítéséért, megerősítéséért. Az értékek megbecsülése fontos, mert rajtunk múlik, mi marad meg a jövő nemzedékének. Továbbra is fontosságúnak tartjuk, hogy a felnövekvő nemzedék az anyanyelvén ismerkedjen meg a világgal, az anyanyelvén tanuljon meg gondolkodni, mert ez egy olyan szellemi védelmi rendszer és szellemi hódító hadsereget ad a gyermekeknek, amivel sikerrel adhatnak választ a 21. század kihívásaira. Remélem, hogy iskolánk nagyon sokáig stabil bástyája lesz a helyi magyar közösségnek, ahol a jövő nemzedéke, az anyanyelv és a magyar közösséghez való tartozás biztonságában felvidéken tervezheti majd a jövő. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ezentán... a polgármesterének Méri Szabolcsnak, majd Tataváros képviselőségnek pedig Miklós József polgármesterének. Hát szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit, köszönjük a szülőknek gratulálni szeretnék, hogy tényleg jó helyre iratták a gyermekeiket. Ez az iskola tényleg olyat tud nekik adni, olyat is fog nekik adni, hogy ha elvégzik, ha kiállják ezt a 9 osztályt, akkor becsületes és rendes gyerekek lesznek. A tanítványaik nagyon odafigyelnek rájuk. A nagy segítség tényleg Tataváros támogatása. Polgármester úrnak külön köszönjük ezt a sok mindent, amit kapunk tőlük. És hát bízok benne, hogy egy nagyon szép emlék lesz a gyerekeknek is ez az iskola, hogy ide jártak. Megengedjék meg, hogy egy kis ilyen történet megosztak önökkel. Nemrég voltunk köszönteni egy 100 éves nénit a községünkben, és ez a néni olyan tűpontosan emlékezett az iskolára, mi volt régen, milyen tanítók voltak, melyik sarokban, milyen bútorára, és tényleg olyan szeretettel mesélt erről a Szörgyéni iskoláról, meg az iskolás évekről, hogy azt kívánom a gyerekeknek is, hogy majd ha 100 évesek lesztek, akkor ti is így emlékezzetek erre az iskolára és a tanítónénitekre, hogy jó volt ide járni, jó Szörgyénének lenni, és mindenkinek jó tanulást, további szép élményeket kívánok. Én is
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönjük szépen polgármester úr, igazgató asszony a meghívást. Örömmel jöttünk, és nagy tisztelet mindig, amikor a Rákóczi Szövetséggel közösen lehetünk itt Szőnyénben, és gratulálatunk az édesanyáknak, édesapáknak, bármikor, hogy látom, akkor az édesanyák értek rá inkább, jöttek el, de ölelem az édesapákat is, jó tessenek, szívesek megmondani, meg gratulálunk nekik is, hogy az aranyos csemetéjét ide a Szőnyéni Magyar Iskolába iratták. Az a szeretet, amivel az anyanyelvünk iránt vagyunk, meg a közösségünk iránt vagyunk, az egy életre szóló hivatás mindannyiunknak, tehát abból nem szoktunk időnként kilészni, vagy valami más csinálni, hanem hát ez olyan, hogy ebbe születtünk, akkor ilyen vagyunk. Így vagyunk a családunkkal is, ahol beleszülettünk, azzal a családdal éljük le az életünket, a kisebb-nagyobb hullámokat vethet ez a történet, de azért mégiscsak mindig abban vagyunk. 100 éves lenne nekem is az anyukám az idén, hogy polgármester úr mesélt a 100 éves néniről, és mindig nagy szeretettel emlékezünk vissza, és nagyon hálás vagyok neki, hogy engem is egy magyar iskolára iratott be, nem tudott volna másmilyen be, mert csak az volt, de hogy mekkora élmény tényleg, amikor először az édesanyja elhozza a gyerekét az iskolába, bemutatja ott, megnyugtatgatja, hogy mi minden szépség lesz majd ott, és ne aggódjon, és aztán utána pedig a későbbiekben is sok-sok segítséget ad. Vas Albertnek van egy annyira szép írása az otthonról, hogy azt hoztam el ajándékba, és hogyha megengedik, akkor ezt felolvastam még. Igen, valahogy így van. Otthon az, ahova hazaérsz, ahol valaki vár este, ahol ismered a fal kopásait, a szőnyek foltjait, a bútorok apró nyikorgásait, ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz is. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon. Nem kell hozzá sok, elég egy szoba. Ha 10 vagytok benne, az se baj. Ha mind a 11-et vagytok egy ebben, hogy hazatértek, amikor este hazatértek. Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű állati érzés, hogy ma itt élek. Van egy ágy, amiben alszom, egy szék, amire leülök, egy kályha, ami meleget ad, és hogy ebben a körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen, és ma az enyém. Jól érzem magamat benne, ha kinézek az ablakon, és kint esik az eső, vagy süvölt a szél. És hogyha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még hozzám tartoznak. Ez az otthon. Minden embernek módja van hozzám. Egy szűk padlásszoba is lehet otthon, egy pince is, meg egy golyagból összetákolt sátor is otthon lehet. Ha az ember önmagából is hozzáad valamit. Elég egy szál virág, amit az útszélen találtál. Egy fénykép, amit éveken keresztül hordoztál a zsebedben. Egy könyv az asztalon, egy ébresztőóra, mit tudom én, 1000 apró kacat ragad az emberhez útközben. A fontos az, hogy érezd. Jobbra és balra tőled áll a világ, a maga szépségeivel és a maga csúnyaságaival. Süt a nap, esik az eső, szelek járnak és felhők futnak a széllel. Vannak virágok és fák és patakok és emberek. Valahol mindezek mögött van az Isten, és ő igazítja a virágokat, a fákat, a patakokat, és az emberek közül azokat, akik neki engedelmeskednek. És mindezeknek a közepén itt ülsz te, egy széken, egy asztal előtt, és ez a szék és ez az asztal ma a tiéd. Ma. Ez a fontos. És körülötted szép rendben a többi, a virágok, a fák, a felhők, Isten bölcsessége, és az emberek kedves balgaságai ma mind a tiéd. És jól van ez így, mert hiszen az ember úgyis elég keveset él. És még az is jó, hogy keveset él. Ha mindezt érezni tudod, nem vagy otthontalan a világban, mondja Vas Albert.
Hát én azt kívánom, hogy, itt az iskolában találják meg az otthonukat ezek a drága csöpségek, úgy, hogy amikor hazatérnek önökhöz az igazi otthonukba, akkor ennek az otthonnak a melegét, illatát, tudását, mindenféle szépségét is magukkal tudják vinni, és egy kicsit kivirágoztassák az otthoni otthon. Ebben segítsenek önök is, amennyit csak tudnak majd a gyerekeiknek, hiszen nem tudjuk most melyik őjükben mi lakozik, melyik őjük mekkora tudós lesz, mekkora művész lesz, kiből lesz jó tanár, kiből lesz valami fantasztikus sportoló, világra szóló események megalkotója. Nem tudjuk, ki lesz egy olyan művész, akinek a kiállításaira verik össze az emberek egymást, hogy bejuthassanak megnézni a kiállítást. Mind-mind bennük van most. Egyedül az iskolán és önökön múlik az, hogy ez kijön-e. Ők még megvannak hozzá, még ártatlanul, még bennük van az a csodálatos világ, amit a másikból hoztak magukkal, még sok mindent másképp látnak. Abban segítsenek így közösen, hogy ne változzon meg ez a látásmód. Ne engedjék őket a világnak a csúnyaságaiba belejutni, hanem mindent tegyenek meg azért, hogy ez a szépség maradjon meg bennük. Nehéz lesz, sok-sok türelem kell hozzá, kegyetlenül kemény a világ, és el akarja őket rabolni, de hogyha maguk ott állnak mellettük, és folyamatosan vigyáznak arra, hogy az angyali világból jött tudásuk megmaradjon, akkor meg lesz ez a csoda felnőtt korukra, és önöknek meg boldog nagyszülőként majd lesz élményük arról mesélgetni, milyen volt, amikor a apuka, amikor idejött az iskolába és elsős volt. Isten éltesse önöket, még egyszer nagyon köszönjük a Rákóczi Szövetségnek az együttműködést, hajrá Szörgyén, szeretünk benneteket továbbra is, nem fogunk semmiféleképpen elhagyni benneteket, a testvérisége az összekötött minket önökre, úgyhogy így maradunk is. És akkor most már nem marad más hátra, mint hogy átadjuk a szót a Rákóczi Szövetségnek. Köszönöm szépen, tisztelt igazgató, tisztelt polgármester urak, kedves szülők, kedves gyerekek! Nem szeretném húzni senkinek az idejét, csak én is szeretném kifejezni a Rákóczi Szövetség köszönetét afelől, hogy magyar intézményt választottak a gyermekeiknek, mert ez az egyetlen állóban, hogy Szőgyénben 80% múlva is magyar szó és magyar jövő lesz. Nagyon köszönjük a városnak ezt azt a támogatást, amivel már több évtizede támogatják Szőgyén városát. Annyit kell tudni lényegében, hogy Tataváros felajánlásából kapják meg most a szűkök azt az ösztöndíjat, amit nem sokára perceken belül át fogunk adni. Mi hoztunk egy pár könyvet is az iskolakezdő gyermekeknek és a szülőknek. Ez a Véres Gyógyszergyár felajánlásából Véres József Szép Magyar Ének című kiadványa. Ebben magyar népénekek, népdalok találhatók, úgyhogy biztosan lesz olyan, hogy megtetszik önöknek. Úgyhogy ezeket a könyveket is használják egészséggel. Tehát még egyszer nagyon szeretnék kifejezni a Rákóczi Szövetség háláját és köszönetét azért, hogy a gyermekeiknek magyar jövőt választottak. Mi úgy tartjuk, hogy ez a biztos annak érdekében, hogy a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar történelem továbbadódjon, és itt a felvidéken is megmaradjon. És ez az álló annak is, hogy majd az önök gyerekei majd az önök unokáinak szintén magyar iskolát fognak választani. Mi a Rákóczi Szövetséggel próbáljuk már a legkisebb kortól fölvenni a kapcsolatot a gyermekeikkel, és amikor majd egy picit nagyobbak lesznek, középiskolába mennek, de itt az alapiskolában, hogyha picit nagyobbak lesznek, várjuk őket nagyon szeretettel a nyári táboraikra és a nyári rendezvényekre, vagy az évközbeni rendezvényeikre is. Úgyhogy ezzel az ösztöndi átadással a Rákóczi Szövetség és az önök kapcsolata nem szűnik meg. Mi szeretettel várjuk továbbra is az önök gyerekeit, majd a Rákóczi Szövetség rendezvényére. Köszönöm szépen a szót. Jöjjenek és segítkezzenek az ösztöndíjak átadásában. Már is. Bocsánat. Gratulálok. Gratulálok. Nagypapát üdvözlöm, mondd meg neki, légy szíves. Jó, és egy ilyen szép szívecskét is hoztam még hozzá. Sok szeretettel gratulálok a jó döntéshez.
gratulálok neked is, nagyon-nagyon jó sulit kívánok, és a szívemet odaadom neked, jó? Gratulálok a döntéshez. Hány gyerek van még otthon? Még három. Még három. Akkor neked külön is gratulálok, és akkor látod, te egy ilyen szívet kapcsolat. Köszönöm. Köszönöm. Gratulálok én is. Köszönöm. Szívből gratulálok önöknek is a döntéshez. Neked is van tesó? Na, akkor majd közösen nincs a barátság, majd megnéz. Igen. Attila király nevét hordozza. Szívből gratulálok a döntéshez. Attila, nagyon vidám legyél itt a súlyba, jó? Neked is adok egy ilyen szép szívet. Csabárhoz. Köszönöm. Szívből gratulálok. Okos döntést hoztak, amikor ide iratták a gyerkőcöt. Szia, szia! Nagyon jó tanulást kívánok neked is. Nagyon-nagyon szép vagy bár. Gratulálok a mellényen. Kapolnak is a lehetős kérdését. Rácz Maja. Szívből gratulálok a Majának is, Majács, neked is van tesó? Ő is már ide jár, Sulipa? Szívből gratulálok önöknek is, uram, gratulálok. Jó Sulit neked is. Gratulálok, kollégám. Gratulálok. Rami, ügyes voltál. Szente Péter és a Döbrente Ildikó neve biztosan ismerős, akik egy olyan vállalkozásba is kezdtek, hogy gyerekeknek a meséit gyűjtötték össze, egy nagy pályázatot írtak ki a Richter Gedeon gyógyszergyárnak a támogatásával, és a rengeteg gyerek pályázott mesével egy feltétel volt, hogy olyan mesét kellett írni, aminek valami köze van a természettudományokhoz. Tehát valamilyen módon, vagy a fizikához, vagy a biológiához, valamihez legyen köze. Ez két évfolyamnyi mese, amit a legjobbakat válogatták ki a Levente Péterék, és sehol nem lehet kapni ezt a mesekönyvet, csak én kértem tőlük, hogy hadd hozzak Szőgyénbe belőle. Úgyhogy ezt a könyvtárba, de úgy, hogy rongyosra olvassák, jó? Az is lehet, hogy ebből a legjobbakat ide belevállalhatnánk. Én most nem emlékszem, hogy nem tudtad a valót. Van egy érték. Elején volt előzőm is. Van is még a... Solt Izabella és Hubas Dániel. Solt Izabella és Hubas Dániel.